Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb videóban, amiben bankot fogunk rabolni. Na de persze nem a valóságban, ugye nem is annyira régen volt egy videóm, amikor a börtönből szöktünk ki egy ilyen játékon belül, és igazából rájöttem, hogy valójában elrontottam az egész dolgot, mivel ez egy ilyen játék sorozat igazából. Az első rész egy bankrablás, a második rész a szökés, a harmadik, negyedik rész pedig szerintem még maradjon egyelőre titok, mivel valószínűleg azokról is majd lesznek videók, de most minden esetre egyébként úgy voltam vele, hogy mivel láttam, hogy ti szerettétek ezt a börtönből szökéses videót, ezért úgy voltam el, akkor miért is nem térnénk vissza az első részre, úgyhogy akkor srácok, mehetünk is bankot rabolni, igazából ugyanez az egész ilyen kis pálcika figurás felállás maga a játék. Amint láthatjátok, ismét 6 dolog közül lehet választani, mehetünk akár a gyalogutatásba, robbanthatunk is, használtunk egy ilyen lézerfúrót is, lehet bontogolyóval is próbálkozni, van egy teleport és egy álca is. Na de akkor szerintem kezdjük is igazából a legegyszerűbbnek tűnő dologgal, nem más, mint az ásó, úgyhogy akkor szerintem ássuk is meg azt az alagutat, és lehet, hogy már rögtön be is jutunk a mi kis bankunkba. Igazából nem tudom, hogy ez most mennyire fog összejönni. Aha, amúgy lehetséges, hogy sikerül is, ha bár nem hiszem, hogy annyira egyszerű csak úgy leásni egy ilyen föld alatti járatba. Ja, hogy itt még egyébként a vonat is jár, tehát akkor úgy tetszik, ez nem volt egy jó időzítés. Jó, tehát akkor valószínűleg, mint láthatjuk, nem tudunk ásóval bejutni. Akkor még menjünk is át a következőre, robbantsunk egyet, azért mégiscsak a filmben is még a robbantást látjuk. Van egy olyan érzésem, hogy rögtön jönni fognak az őrök és elkapnak minket. De igazából még nem játszottam a játékot, úgyhogy nem. Ne, fel fogja magát robbantani mi? Úgy érzem, hogy fel fogott robbanni. És igen, azt hiszem, hogy ez se lesz egy nagyon járható út. Hát igen, ismét meghaltunk. Na hát srácok, igazából nem is tudom, mi történik, de eddig 2-ből 2-t elrontottunk, szóval ez a két lehetőség úgy látszik, hogy nem nagyon jött össze. Úgy látszik, hogy nem vagyok egy túlságosan jó bankrabló. Szerintem akkor most térjünk át mondjuk a teleportra. Igazából hát, ha működik azért, hogyha be tudsz teleportálni konkrétan a safe-be, akkor szerintem elég könnyen el tudod hozni a pénzt. Szerintem akkor próbálkozunk is meg, szépen beütjük a koordinátákat, és azonnal is teleportáltunk bele a falba. Hát nem tudom egyébként, hogy mi van, de ez se volt jó ezek szerint. Kezd egyébként egy kicsit olyan érzésem lenni, hogy igazából egyik sem lesz jó, vagy egyszerűen csak pont rosszakat nyomtam meg, akár ez is lehet, de akkor szerintem most térjünk is át a bontó golyóra, vagy igazából nem is tudom, mi a pontos magyar neve. Szépen úgy látszik, hogy begurulunk, igazából eddig teljesen jó. Most kéne már csak átütni a falat, és már bent is lehetnénk a bankba. Van egy olyan érzésem, hogy ez se fog működni egyébként. És egy kicsit kezdem úgy érezni, ez egy nagyon gyors videó lesz. Ezért nagyon egyébként ilyen akciófilmbe illő ez a bevágás. Nagy slow motion. Ez mi volt? Ez szerintem fizikailag lehetetlen, hogy ez megtörténjen, de igazából nem nagyon problémázunk ezen. Viszont az már egy nagyobb probléma, hogy eddig 4-ből 4-et úgy, hogy van, elrontottunk. De hát akkor térjük is át szerintem mondjuk a lézer fúróra. Meglátjuk, hogy esetleg ez sikert hozza majd nekünk. Lássuk igazából. Aha, na ez viszont már úgy tűnik, hogy jó lesz. Igen, ez igazából nagyon jó. Azt szépen már csak be kell rúgni. És ez mi volt? Ránk dől a fal, hát ez nem hiszem el. Hát srácok, igazából az utolsó lehetőség van már csak hátra. Van egy sanda gyanúm, hogy ez most nem egy ilyen minigémekre épülő játék, hanem egyszerűen csak egy ilyen vicces animáció, de igazából remélem, hogy nem lesz igazam, és tényleg sikerül majd bejutnunk. Úgyhogy akkor nézzük is tényleg, hogy jó lennék a bankrablónak. Lássuk is akkor az álcát. Aha, most szép népként elbújtunk a mi kis pénzes zsákunkba, azért kicsit sem feltűnő randomul az út közepén. Igen, megállnak és mit csinálnak? Felvesznek minket? Lehet, hogy betesznek a kocsiba. Supermanes sapkájuk van. Na, srácok! Lehet, hogy bent vagyunk? Jó, tehát most már bent vagyunk a kocsiba, és bejutottunk a bankba, srácok! Bent vagyunk a bankba, és hogyha minden igaz, akkor végre... És egyébként lehet, hogy most jót választottunk. Nem. Felálltunk, és valami lézerre bemértek minket, tehát mozgásérzékelő volt. És hát úgy érzem, hogy riasztottuk is itt az egész rendőrkapitányságot. És ennyi volt, nem áll, srácok! Hát úgy néz ki, hogy igazából tényleg bejutottunk a bankba. Testközelségből láthatunk is a rengeteg pénzt. De ezt most minden esetre nem sikerült elhoznunk. Úgyhogy srácok, úgy néz ki, nem lennék jó bankrablónak, ez igazából nem tudom, hogy hátrán vagy éppen előny. De minden esetre azért szerintem látszik az első és a második rész közötti fejlődés. Ugye magát a második részt játszottuk elsőnek, és az első részt játszottuk másodiknak. Ugye? Ja, jól mondom. Szóval igazából látszik, hogy a második részre már sokkal-sokkal jobb volt a játék. Szóval éppen ezért srácok, hogyha esetleg nem láttátok az előző részt, amikor ugye a bankból szöktünk, akkor igazából ezután a videó után ezt meg tudjátok nézni. Szerintem egyébként ez egy eléggé vicces videó volt, úgyhogy mindenképp egyébként javaslom nektek. Viszont akkor most a lényeg, hogyha érdekelt titeket ennek a játéknak a harmadik része, akkor mindenképp nyomjatok egy
lájkot. Mivel, hogyha meg lesz az 1000 lájk, akkor tényleg kipróbáljuk a harmadik részt. Egyelőre meg titokba tartom, hogy milyennek a harmadik része, de valójában egyébként mindenki ezt meg tudja nézni. Úgyhogy ja, akkor nézzük is, hogy meg lesz az 1000 lájk. Valamint egyébként ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha esetleg ezt még nem tettétek volna meg. Legközelebb még találkozunk, addig is még. Sziasztok!